A középszerű tanár magyaráz, a jó tanár indokol, a kiváló tanár demonstrál, a nagyszerű tanár inspirál. William Arthur Ward idézete fémjelezte a csütörtöki rendezvényt, ahol a város szakképzési iskoláinak pedagógusai vehették át okleveleiket alázatos munkájuk elismeréseként. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pedagógus napi ünnepségére a 10 iskola igazgatói, igazgatóhelyettesei és a díjazottak kaptak meghívást. A Szakképzési Centrum 2 elismerést alapított, hozott létre. Az egyik a szakképzésért díj, amely egy nagyobb elismerés és egy hosszabb életút pedagógus pálya elismeréseként kerül átadásra, illetve 15 kollégának adjuk át az elismerőoklevelet, ezen kívül pedig különdíjazásba részesítjük azokat a kollégákat, akik valamilyen országos szakmai közismereti vagy egyéb innovációs versenyre készítettek föl tanulókat. Idén 2 szakképzési díjat adunk át, mindkét díjat 2 olyan kolléganő kapja, aki nagyon régóta végez szakmai felkészítést, és mindkettőjük országos első-második helyezett versenyeredményeket hozott több éven át keresztül. Nagyon jó szívvel adjuk át ezeket a díjakat. Úgy gondolom, hogy egyrészt elismerés a munkájuk, másrészt pedig a többi kolléga is látja, hogy ha valaki jól dolgozik, akkor igen, mi elismerjük. A 15 elismerő oklevél közül 13 oktató számára kerül átadásra majd. Egy olyan kollégánknak is átadjuk a díjat, aki iskolában dolgozik, nem oktató munkakörben, de nyilván ő nélkülük is nélkülözhetetlen a színvonalas szakmai oktatás, és egy kolléga pedig, aki a Szakképzési Centrum munkaszervezetében dolgozik. Természetesen valamennyi kollégának köszönet illeti a munkáját. Dénes Györgyné tanulóként és oktatóként is részese volt az intézmény elmúlt 43 évének. Diákjai között szerepel a szakma kiváló tanulója verseny első helyezett szakácsa. Életútját folyamatos önképzés jellemzi. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Nagyon büszke vagyok, hogy a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkai Barna Technikum oktatója lehetek. És úgy gondolom, hogy az eddigi pályafutásom alatt tett tevékenységeim az emeltek erre a színvonalra természetesen, ami hosszú évek nehéz munkája. Szakképzésért díjban részesült Dányiné Cseh Éva, aki 2001 óta dolgozik a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Technikumában. Vízügyi ágazatban készíti fel tanulóit szakmai tanulmányi versenyekre. Hitvallásának tartja az egész életen átvaló tanulást, így a felnőttek oktatásában is szerepet vállalt, segítve őket egy újabb szakma elsajátításában. Nagyon meghatódtam, nem tudtam erről. Nagyon köszönöm az iskolámnak, és akik úgy gondolták, hogy erre a díjra én érdemes vagyok. Az Évízt képviselem, az Évízben tanítok, oda jártam, mint középiskolás diák, és remélem, hogy nagyon sok mindent tudtam átadni a tanítványaimnak. Az elismerő oklevelekben részesült pedagógusok is büszkén vették át kitüntetéseiket. Méltatásaikban részletesen kitértek diákjaik sikereire, melyekben pedagógusaik igen nagy szerepet játszottak.